Világgazdasági jelenség az energiaárak drasztikus növekedése, mondja a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Ez hat a globális kereskedelemre, az árak alakulására. Több mint ötszörösére nőtt például a Kínából érkező konténereknek a költsége, tehát hogyha valamit rendelünk nagyobb tételben, akkor ez 3-4-5-szörös költséggel, költségnövekménnyel fog ideérkezni. Természetesen az infláció is nő, a világban majdnem mindenhol. A folyamatok pedig nem kerülik el a magyar gazdaságot sem. Bár a lakosságra nem hárítják át a rezsi növekedését, a gazdasági szereplők azonban piaci árat fizetnek. Az elszálló árak miatt javaslatcsomagot készített a kamara. Az ipar számára ilyen rezsicsökkentésszerű eszközöket nem érdemes elindítani. Nem biztos, hogy az a verseny előnyt vagy a versenyképességet növelni fogja. De miután mindenhol a humán erőforrás a kulcsa mindennek, ezért, ahogy az előbb említettem, valami fajta bértámogatási rendszert, bérkompenzációt érdemes bevezetni. Nehezen múljon az, hogy egy mérnök ott marad egy cégnél, és nehezen múljon, hogy 3-5 fiatal mérnököt fel tud-e venni egy cég. Vagyis a jól képzett szakemberek megtartását kell segítenie a kormányzatnak, hogy megmaradjon a vállalkozások versenyképessége. Így jutnak anyagi források a megemelkedett energiaszámlák fizetésére is, a helyi iparkamara főtitkára szerint.